Nevet kérhetek? Hajnak a stíl. Érvényes oltási igazolványa van? Akarsz játszani a játékszerénben? Jó van, akkor elviszlek egy gyönyörű helyre, ahol bármit megvehetsz magadnak. Megérkeztünk. Ez most mi? Hát ez az a hely, ahol rengeteg gyönyörűség van, és hát vásárolhatsz. Amennyit csak akarsz, és amit csak akarsz. Na, akkor menj ezt a vásároljál nyugodtan, amit akarsz. Jó sokat. Hajrá, 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 hajrá! Ó! Egyen meg az Zuzának! Gyere, gyere, gyere! Ez egy jó asszony. Ez egy jó asszony. Hello! A mai napra azt találtuk ki, hogy ugye, hát igazából ilyen szülinapi videót akartunk csinálni, nekem, igen, most volt múlt héten, azaz, hát most 18-án, nem tudom mikor megy ki a videó, 18-án volt a szülinapom, és hát az nem jött össze, mert ugye közben rendezvényen voltunk, meg stb. Ugye meghívtak ide-oda, úgyhogy nem is voltam itthon a szülinapomon. Beszéltük Hajnival, hogy kéne csinálni egy ilyen videót, hogy ugye megetett velem olyat, amit mondjuk én nem szeretek, vagy megkóstoltat olyat, amit nem igazán szeretek, és hát most végül is bepótoljuk, mert ennek jött el az ideje, ennek a videónak. Mit fogsz nekem csinálni? Zuza. Zuza! Méghozzá nem is akármilyet, mert kacsa Zuzát, nem csirke, hanem a kacsa, hogy annak jóval nagyobb is, szebb, ilyen vöröses húsa van. Nem tudom, hogy te szereted a csirke Zuzát is, nem? Igen, én mindent. Minden belsőséget. Te Zuzádat szeretem. De szar volt ez. Szoktuk mondani, hogy egyen meg az Zuzádat, hát akkor megeszem az Zuzát. Na most nekem az Zuza az ilyen, hogy nem ettem jót valószínűleg, és nem. Akkor most jót fogsz enni? Nyitott vagyok rá, mindenre nyitott vagyok, gyerekek. Hát falusi paraszt gyerek vagy. Szeretned kell. Nincs mit tenni, nincs mit enni. Átadom a főszerepet, és ő fog főzni. Úgyhogy ez ilyen Hajni külön kiadás lesz, viszont... Boszorkánykonyha. Az. Szóval, sárkánykonyha következik, és már most megmondom, hogy hiába vigyorog ennyire itt mellettem, azért én visszavágót fogok követelni, és én már tudom is, hogy mit fogok csinálni. Olyat, amit még én sem ettem, és hát szerintem sokaknak ilyen, hát nem is azt mondom visszataszító, de szerintem sokan így meg fognak lepődni, hogy what? Ezt fogjátok enni? És igen, ezt. Ja, és bográcsba készítjük el, képzeljétek. Hajrá, go! Hát akkor, sziasztok! Eddig jutottál, ez jó? Pörkölt alap nálam, hagyma, fokhagyma, paradicsom, paprika. És hát ugye Hajni ez nem olyan, mint én, mármint így több szempontból sem hasonlítunk, de... de szar. Hajni nem rak bele mindent, ami eszébe jut a kajába, hanem te nagyon minimalista vagy ilyen főzéstéren. Vagy ilyen nagyon alap dolgokkal. Magyarosan, úgy ahogy tanultam. Hát alapfűszereket, alap dolgokat nem gondolja túl. Hát ez a, ugye kevesebb, néha több alapon szokott gondolkodni. Én meg ugye általában próbálok így elborulni agyilag, és így mindenféle extrém ízeket is néha belevinni. Hegyes erős, az mehetne felül. Én részemről, én adnám. Hát részemről meg nem. Na, hát ez az. Mivel bográcsba lesz, úgyhogy nem kell nagyon aprózni. Hát meg amúgy sem. Pörköltben nem kell. Libazsír. Kacsa zuzához libazsír. De miért nem akkor kacsazsír, anya? Mert nem hozták kacsazsírt? Ja. Mehet bele a zsír. Ó, szép kis libazsír. Libazsír. Szerintem ennyi elég is, nem? Igen, szerintem is. Bár nem tudom, nem csináltam még az a pörköltet. Hát tök mindegy. Pörkölt, érted? Kerül bele egy kis zöld is az ételbe, reméljük nem a hajni körme lesz az. Vörös hagyma, vörös sonkahagyma. Sonkahagyma. Na hát még csak nem is fort. Dehogy nem, azért az izé. Később egy picit, mikor már... Ó, de jó illata van ennek a libazsírnak amúgy tényleg. Mikor már egy kicsit megfonnyadt a hagyma, utána rakjuk bele a fokhagymát. Szépen maradhat is. Húzz egy csíkot hajni fokhagymából. Ó, de szép. Hát figyelj, bográcsba megy, akkor nem kell ilyen nagyon apróra, nem? Én amúgy sem szoktam. Halló? Halló? Ne nézzel, nem megy odébb. Nem, csak az ilyen. Na, ez kéz a faszi. Nem tudom. Mindenki köszönget hajni, nem? Fingom sincs, amúgy kicsoda. Hát kicsi a falu, ugye? Aztán így mindenki ismer mindenkit, csak én pont nem ismerem. Opa. Azért nem elé. Jó, vannak. Nem muszáj. Jaj, de jó. Hogy örül a hajni, meg kis dinsztát hagymának? Aha. Micsoda boldogság? Azért szeretem, látod? Szeretem ezt a nőt, mert nem nehéz boldoggá tenni. Hát, az biztos. Azért nincs magasan a léc. Kis dinsztát hagymától már ilyen boldog. Héját azt nem szoktuk levenni, te se szoktad amúgy, nem? Néha leveszem, néha nem. Mikor milyen kedvem van, és most nincs kedvem levenni. Hát ennyi. Kétlem, hogy régen a nagyanyáink, nagyapáink levették volna a bőrét. Van rá egy ilyen praktika egyébként, hogy ilyen izéből, mit tudom, vágsz rá egy ilyen keresztet, vagy ilyen pluszjelet, és akkor mit tudom, egyet izéled, leforrázod, és akkor de jéghideg vízbe után belerakod, és akkor le lehet húzni. Jó, tudod, ki szórakozni. Hát ez tényleg az olyan macer a gyerekek, hogy én nem tudom, engem sose zavart, hogy rajta van a héja. Írjátok meg, hogy ti leveszitek a paradicsom héját, vagy nem. Pörköltbe mondjuk. Én nem tudom, sose veszem le egyébként. Régebben egyszer-kétszer próbáltam, de tényleg annyira macerás, hogy inkább úgy ülök vele, hogy kit érdekel. Jó, mehet is bele szerintem. Paradicsom paprika, mehet bele. Kavarás. Nem, te piros paprikát mikor szoktad? Így az alaphoz? Alaphoz. Vagy amikor már lepirult mondjuk a zuza is, és amikor felúszott zsíron. Nem, én az alaphoz rakom. Én valahogy a feljött zsírnál rakom hozzá, és teljesen jó is egyébként. Nem, nekem így tanultam. És amit otthonról hozol, azt nehéz levetkőzni. Igaz, szerintem a zuzánál nem indokolt a kömény, de én rakok bele, mert szeretem. Már csak megszokásból. Nem, mert szeretem. Én szeretem a köményt. Nem sokat, egy kicsikét. Ezért van együtt velem, mert ugye szereti a köményt. Kömény. Érted, a keményt. A kemény etetet. Bors. Tényleg bort nem rakunk bele? Nem. Hú, pedig a vörösborra föl lehetne húzni. Nem. Én nem szeretem a vörösboros ételeket. Major Anna. Annyit, amennyit nem szégyenlünk. Akkor szeretem én is a Major Annát. És piros paprika. Én most rakom bele. Sokat, hogy szép színe legyen. Úgy is meglátjuk, hogy mi kell majd még bele. Hajni művészkedik. Ez tényleg olyan, mint egy művészet, nem a főzés is. Hogy... Hát persze. Csak mit tudom, itt most a bogrács a vászon. Igen. Alapanyagok, meg ugye azok, meg a festékek. Na ez a szép. Ez az, amit én tanultam. Jó kis alapnak tűnik. Hát nem szép. Egyébként megmondom őszintén, hogy jól néz ki, szóval tetszetős. Nagyon szép. Tetszetős, viszont valamiért nekem a élményem az nem túl jó Zuzával kapcsolatban. Majd most jó lesz. Á, nem tudom, na meglátjuk. Hú. Á, gyönyörű. Gyönyörű. Ó, de nézz. Gondolom, hagyod így rottyanni egyet, ugye? És akkor utána... Igen, és utána fölöntjük vízzel. Épp, hogy ellepje, gondolom. Hát azért ezt lepheti, mert ennek az Zuzának azért egy jó 2 óra legalább kell, hogy ne legyen gumis, mint ami neked a rossz élményed. 2 óra? Hanem vajpuha, így van. Szóval a nokedlit tudod-e szaktatni, anya? Igen. És mondja a hajnő, hogy nokedli, hogy ez a legegyszerűbb, milyen egyszerű, easy. Én egyszer próbáltam és elrontottam. Nekem ilyen nokedli szaggatóm van. Nem az a régi fajta. Ez hát, is jó és egyszerűbb. Modern, hát annyi, hogy egy kicsit ilyen hosszúkás lesz a nokedli, nem az a hagyományos gömbölyű, mert nagyok a likak. Liszt. 200 g. Héjával együtt. Hát a héjában van egyébként a vitamin. Ami a tojás héjában tényleg van állítólag valami olyan ízé, ami ízületekre, meg ezekre, hogy jó az a... Jaj. Víz. És akkor megvan adva, hogy kívülről befelé, belülről kifelé, vagy mit tudom én. Hát nem mindegy akkor. Nem mindegy, ez mindenhogyan nokedli lesz, hogyha össze-vissza kevered, mint a bolondok, jaj, akkor is elrontottad, nokedli lesz belőle. Jaj, én félek. Szóval ez most csíta mondjuk? Miért? Mert ez ilyen modern nokedli. Hát szakad. Modern, hát most mi? 2021-et írunk. Mit akarsz? Ja, micsoda modern valaki. Engem akarnak, és akkor akarok. Hát mert te vagy a még királynő. A sárkány királynő. Hely hajnalka, nokedlit főz. Kontya alá ütött a gőz. Azt jól tudom, hogyha felúszik a tetejére, akkor már le lehet venni, az kész, ugye? Igen. Ez akkor tiszta. Elméletet tudom, tök jó. Hát a kerti bútorok nem komáznak. Hát akkor ez lenne az étek. Én egy picit megbeautyztam, megszépítettem ilyen, hát ilyen zöld, nem tudom mi ez, fű. Gazt. Egy kis szárított, őrölt gaztnál pirított. Hát én készítettem magamnak ide csilit, hogyha esetleg annyira nem lesz jó, akkor föltuningolom. Nagyon jól néz ki. Szóval összefutott a nyál a számba, ezt nem tagadom, viszont nem tudom, hogy... Na mindegy, jó étvágyat, Hajni. Köszönöm szépen ezt a... Előre köszönöm, mert te dolgoztál azért vele, úgyhogy mindenképpen meg kell, hogy köszönjem. A nokedli az jó. Addig frankó. A szaftja nagyon finom. Egyelőre szaftot tettem csak nokedlivel, de az nagyon jó, az kegyetlen finom. Tényleg, hogy a kevesebb néha több, ez mennyire igaz mi? Aztán alig van benne tényleg valami, de tök jó. Na, várom. Na jó, azt a kicsit, igen. Itt egy picike darab. Kicsi darab Zuza. az igazából jó. Várjál, akkor kóstolom még egyet, mert ugye van egy ismerősöm, ő ilyen mérnök, és mindig azt mondta, hogy az egy mérés nem mérés, ugye ez semmi. Így van. Egy nagyobbat. Egybe egy ilyet. Nem gumis. Nem, ez nem gumis. Nagyon szépen átfőtt. Nagyon jó. Ez jó. Annyi, hogy állagra ugye más, mint mondjuk egy darab hús. Valamivel másabb, ugye kicsit ilyen jobban egybe van, mert ez egy tömör szerkezetű dolog. De most ha ezt mondjuk ilyen kis kockákra fölvágnád és úgy főznéd meg, azt mondanád, hogy nem állagán érezni, hogy nem hús. Mármint, hogy nem olyan hús, mint amit megszoktunk. De ez jó, amúgy nem csodálkozok egyébként. Csodálkozok, mert tényleg jó. Az ilyen kis csilivel azért csak megküldöm, de csak így megszokásból. Annyi ízét teszek mostanában, hogy hiányoznak a csípős ízek egyébként. Minden ételből ez a pikáns íz, az hiányzik mostanában nekem. De ez jó, az a kaja, hallod. Örülök a ízét. Most meglepődtem. Meglep, hogy ízlik. Valahogy még nem fogok hazudni, azért nekem még idegen ez a dolog, főleg, hogy azért én tartottam is tőle. Azért nem tömöm két pofára. Nem is baj. Most én fogok megkóstoltatni Hajnival a következőben egy olyan kaját, amit egyébként én sem ettem, szóval nem tudom, hogy szeretem-e. Ez lesz az első, hogy én elkészítem ezt, és hát kíváncsi leszek rá. Kíváncsi leszek rá. Szerintem sokan meg fognak lepődni, lehet, hogy lesznek, akik meg is fognak rökönyödni ezen. Meglátjuk. Szerintem még mi is meg fogunk rökönyödni rajta. De meg kell kóstolnod. Linkek a leírásban, ahol tudtok követni, meg elérni, mindenféle egyéb dolog. És hát akkor jöjjt, hogy kívánunk. Egyetek zuzát, mert tényleg jó. Eszem a zuzát, köszönöm. Megettem a zuzát. Szevasztok! Sziasztok! Feszítsél már. Puding, puding. Ma nem így.